Ismét tüntetnek Myanmar legnagyobb városában a katonai hatalom átvétel ellen. Szombat reggel több ezren gyűltek össze Yangon központjában a polgári kormány visszaállítását követelve. Már több mint egy hete tartanak demonstrációkat, annak ellenére, hogy azokat betiltották. A hadsereg február 1-én vette át a hatalmat, arra hivatkozva, hogy csalás történt a novemberi választáson. Az ENSZ emberi jogi tanácsa is Aung San Suu Kyi myanmari vezető és társai azonnali szabadon engedését követelte pénteki rendkívüli ülésén. Tegyük világossá, elfogadhatatlan, hogy fegyvereket használnak, halálosakat is, békés tüntetőkkel szemben. Ha továbbra is erőszakot alkalmaznak a myanmariak ellen, az csak egyértelművé teszi a puccs törvénytelenségét és vezetőinek bűnösségét, mondta az emberi jogi főbiztos helyettese. Az ENSZ szerint több mint 350 embert tartóztattak le azóta, hogy a myanmari hadsereg átvette a hatalmat, és letartóztatta az országot addig vezető Aung San Suu Kyit, több más magasrangú politikussal együtt. Kína és Oroszország Myanmar belügyének nevezte a katonai hatalom átvételt.